Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, nézzük a Mission Impossible leszámolás első rész című film bemutatóját. Nyilván azt nagyon sokan tudják, hogy a filmsorozat alapja egy 1966-os tévészéria volt. Bár bizonyos eszközöket mindig is meghagytak, leginkább a 96-os első mozifilm ragaszkodott a sorozat alapjaihoz. Utána a különböző látásmóddal rendelkező direktoroknak köszönhetően teljesen más típusú folytatásokat kaptunk, de a negyedik résztől egyfajta egység jellemzi a Mission Impossible sorozatot. Szerint a negyedik filme Brad Bird talált rá a helyes útra, Christopher McQuarrie pedig kiválóan követte őt. Tom Cruise számára egyfajta üzleti befektetésként indult a történet, mára azonban szerelem projektjévé vált a sorozat. Mára pedig ott tartunk, hogy a Mission Impossible sorozat a hagyományos akciófilm egyik utolsó bástyája, Tom Cruise-t pedig a mozi megmentőjének tartják sokan. Bár a páros az utóbbi időszakban többször is bizonyította, hogy képes nagyszerű filmet alkotni, azért sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon a leszámolás is ilyen lesz-e. A történet középpontjában ezúttal egy korlátlan digitális hatalommal rendelkező mesterséges intelligencia áll az entitás, ezt kell megszereznie az IMF-nek. Persze ez nem olyan egyszerű, itt önnek először két kulcselemet kell megszereznie, és megakadályoznia, hogy más megkaparintsa azokat. Először is kezdeném azzal, hogy megnyugtatok mindenkit, hogy Ralph McQuarrie és Tom Cruise ismét megcsinálták. Egyszerűen kizártnak tartom, hogy a leszámolás nem tetszene azoknak, akik kedvelték az előző három filmet. Bár vannak bizonyos újítások, illetve próbálkozások, valójában a minőség szintjét tökéletesen sikerült tartani. Az akciójelenetek egészen elképesztőek, és végig pörög a mozi. Amikor egy pillanatra is feltűnne, hogy a dialógusokat akár jobban is megírhatták volna, azonnal kezdődik egy akciójelenet, és elfelejtjük azokat. Hogy a film antagonistája a mesterséges intelligencia, elég érdekes koncepció, némiképpen működik, de nem mindig. Azt nem mondom, hogy az ezzel kapcsolatos morális kérdések tekintetében mélyre merülne a film, de mindenképpen felteszi ezeket. A mai korban van egyfajta pánik a mesterséges intelligencia kapcsán, a film pedig egy olyan jövőképet mutat be, amikor ennek relevanciája van. A csapat rákényszerül, hogy az eddigiektől merőben eltérő ellenféllel más fegyverekkel vegye fel a harcot. Emögött nyilván meghúzódik az alkotók azon szándéka is, hogy a Mission Impossible sorozat egyfajta utolsó mohikánja a régi akciófilmeknek. Miközben a csapat sok tekintetben visszatér az alapokhoz, mondhatjuk, hogy az ellenfél szinte a jövőből érkezik. Azonban az antagonista mesterséges intelligenciának van egy hátránya is, mégpedig az, hogy Ethannek muszáj néhány emberrel is megküzdenie a filmben. Így fogalmazzunk úgy, hogy azért, hogy működjön a film, muszáj volt egy ellenfelet megidézni a főszereplő múltjából, Gabrielt. Mivel hogy nem ő irányítja a sakkfigurákat, ezért olyan túl sok mindent nem tudunk meg a karakterről, bár megmondom őszintén, hogy nálam működött a rejtélyessége. De az biztos, hogy Gabriel esetében többször is éreztem, hogy csak azért került bele a filmbe, hogy Ethannek fizikailag is legyen kivel harcolni. Bár a forgatókönyv dialógusai nem tökéletesek, van egy dolog, amiben előre lépett az előző fejezetekhez képest. Már annak idején az első film kapcsán is sokan nehezményezték a tévésorozat rajongói közül, hogy ebben Ethan a főszereplő, nem pedig a csapat. Nos, a leszámolás kapcsán éreztem először, hogy valóban egy csapattá kovácsolódtak, és nem csak Ethanről szól az egész mozi. Az egyes karakterek önálló döntéseket hoznak, sokszor úgy, hogy Ethan nem is tud róla. Tehát mondhatjuk azt, hogy a forgatókönyvvel vannak apró problémák, de a karaktereket ezúttal nagyon jól kidolgozták. Christopher McQuarrie pontosan olyan magabiztosan dirigálja ezt a mozit is, mint az előzőeket, de a leszámolás hangulata sötétebb, mint azoké. Ez nem csak a fenyegetés mértékének köszönhető, hanem annak a néhány jól eltalált érzelmes jelenetnek is a filmben. Tom Cruise esetében pedig az a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy még Isten is erre a szerepre teremtette. Most is mindent megtesz azért, hogy működjön a mozi, és egészen hihetetlen mutatványokat vállalt be. Bár azt megjegyezném, hogy minden a motoros ugrással volt tele, ehhez képest a vonatos jelenet szerintem sokkal látványosabb és izgalmasabb is. A rendezőnek óriási szerencséje van a sztárral, mivel hogy bevállalja a rázós jeleneteket, ezért rengeteg nagyszerű felvételt lehet ezekről készíteni és telepakolni velük a filmet. Ez pedig azért érdekes, mert rengeteg dolgot meg lehet oldani CGI-jal, de nem lehetne azokat így rögzíteni kamerával. Sokak számára a címből kiindulva riasztó lehet, hogy a történet csak első felét fogjuk látni. Nos, a halálos iramban tizedik részével ellentétben itt kb. Le van zárva a sztori, de pont annyira, hogy várjuk a folytatást. A leszámolás nem egy tökéletes film, de szerkezetével egyfajta stílust képvisel, melynek jelen pillanatban a legjobbja. Maga a mozi nem csak tömény és látványos, hanem tele van kreativitással is. És bár az a helyzet, hogy hallottam olyan véleményt, hogy kezd kifulladni a sorozat, én ezt nem éreztem egy pillanatra sem. Sőt, leginkább azonnal
azonnal szerettem volna látni a folytatást. És ahogy már kezdtem a bemutatót, Christopher McQuarrie és Tom Cruise ismét megcsinálták a Mission Impossible legújabb fejezetesen okos csalódást. Hogy előrelépés történt-e, összességében szerintem nem, de itt már a szinten tartás is óriási eredmény. Úgyhogy mindent összevetve a leszámolás első részét 85%-ra értékelném, és mindenkinek javaslom, hogy nézze meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!